Lezárult a Mecseki Természettudományos Élményközpont elnevezésű projekt. Ennek keretében a Pécsi Állatkert, a Janus Pannonius Múzeum és a Dél-Pannon Múzeumokért Közhasznú Egyesület 2017. szeptember 1-én fogott össze, hogy pécsi, illetve baranyai gyerekek számára rendhagyó foglalkozásokat tartson a környezet ismeret jegyében. A program a kormányzat 500 millió forintos támogatásának köszönhetően valósulhatott meg, mondta a köszöntőjében Őri László. Ez több mint 13 ezer pécsi és baranyai gyermek számára biztosította a felújított pécsi állatkert ingyenes látogatásának a lehetőségét. Olyan gyermekeket sikerült elhoznunk ide az állatkertbe, és bízunk benne, hogy életre szóló élményt is biztosítottunk nekik, akik lehet, hogy egyébként nem jutottak volna el sose ide az állatkertbe. A projekt keretében új tanösvényt és oktatótermet alakítottak ki az állatkert területén, valamint modern, digitális eszközökkel gazdagodtak a partnerek, melyek segítségével innovatív élménypedagógiai foglalkozásokat tarthattak. Összességében 9 féle foglalkoztatási formában 31 programot kínált évente megújuló tematikával az élményközpont 33 együttműködő intézmény részvételével, hangzott el a záró eseményem. A nyomtatott dolgokat is szeretném egy kicsit szemügyre venni, akkor a pécsi állatkert gondozásában 12 darab oktatási segédlet, 3 munkafüzet jelent meg, a Janus Pannonius Múzeum gondozásában 5 munkafüzet és egy oktatási segédlet, ami napvilágot látott. Ezeket a kiadványokat eljuttatták a résztvevő iskolák számára is, kiegészítve az alaptantervben foglaltakat. Az élményközpont átlagos kihasználtsága 100 fő per nap volt, napi 10 különféle foglalkozással, melyek átlagos időtartama másfél órás volt. A szakemberek úgy vélik, ennek rengeteg pozitív hatása van az iskolai tanórák légkörére és minőségére is.